És megint jönnek. És megint Vas Albertet gyalázzák. Ezúttal, akiknek hivatásuk a tanítás lenne, mégis úgy magyarázzák, hogy aki hallja, még ha fogékony is a jóra, ne gondoljon büszkén a valóra. Járjon mind ki élteti, lehajtott fejjel, szégyelve és megtagadva múltját. Majd ők hamis rémképekkel terelgetik az útját. Nem is lesz így a munka büszke hivatásuk, ha az árkot építik, a hidat pedig ássuk. Jönnek megint. És újfent Vas Albertet gyalázzák, azok, kiknek hivatása tanítás lenne. Mégis úgy megalázzák, hogy beleborzunk a lelkem. Közénk erővel ütnek éket, így nevelnek fél egy új nemzedéket. És csak jönnek. És csak gyalázzák, mocskolják. Azok, kiknek hivatás a tanítás lenne, csak bűneit sorolják megveszekedettül, féktelen gyűlölve, kik megtagadták életében, most holtában újra megölve. Ha férfivá leszel, millió ellenség vesz körül, mondta egy bölcs ember. S mivel néki haragosa annyi, mint a tenger, igaz férfiként alkototta, hogy sok hősünk előtte, mely ellen holtában is rettegve küzdenek, amíg mi tisztelgünk előtte. Nem érzik. Ezért nem értik, hogy hazafinak lenni nem mások ellen való, hanem valamiért tenni. Nem tanítok fasiszta írót, melyiket a retinámba. S míg ők fröcsögve mocskolják nevét, én csendesen suttogok.